Idén olyan sokan jelentkeztek az IMER nemzetközi horgászversenyre, hogy két turnusban kellett megtartani. Előző alkalommal 41, most pedig 27 csapat mérte összetudását. Egy csapatra vetítve azt mondhatom, hogy jelenleg a csapatok többsége a második fordulóban fogott több halat. Ez is bizonyítja, hogy a melegedő víz hatására a harcsa egy kicsit intenzíves táplálkozásba kezdett. A harcsafogó verseny ötlete még az 1990-es évek közepén pattant ki a szervezők fejéből. Igaz, akkor még csak 50 órásra hirdették meg. Pár kivételével minden évben megrendezik, egyre népszerűbb a pezzások körében. A tározónak a jó hírét viszik tovább, és ez is azt mutatja, hogy az idei év is, illetve a tavalyi év különösen mutatta a több mint 1000 kiló harcsafogással, de az idei év is, hogy több mint 600 kiló harcsafogásával, azt hiszem, hogy országosan is jó eredménynek mondható és fogható fel. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen jó sikerült, és lényegében 150 ember részt vett itt ezen a két fordulón, ami azt hiszem, hogy azért sokat jelent. A csurgói harcsafogó verseny már nemzetközi megmérettetésén nőtte ki magát. Cseh, szlovák és román horgászok is pecabotot ragadtak, de sokan érkeztek Ukrajnából is.